Köszönöm, üdvözlök mindenkit! A vaszkuláris malformáció definíció szerint az agyi ilyen struktúra fejlődési anomáliái. Általában kongenitális eredetűek, és öt nagy altípusra tudjuk besorolni őket. A cerebrális AVM-re, a durális piális arteriovenózus fisztulára, a kavernózus vénás malformációra, a kapilláris cseleangiektáziára, valamint a vénás malformációra. Itt látható az osztályos protokollunk az MR-ben, történik egy T1 szagitális, egy T2 axiális, egy Frel koronális, egy DVI axiális, SVI axiális, egy 3D TOF MRA mérés, valamint AVM esetén posztkontrasztos méréssel kiegészítve, ezen kívül kavernóma és DVA esetén egy 3D T1 posztkontrasztos mérés is történik. Az első nagy csoport a cerebrális AVM, ahol is a tápláló artériák és a drenáló vénák között hiányzik a szabályos nyomáscsökkenés biztosító kapilláris ágy, helyette szabálytalan érgomolyag nídus alakul ki. Ez az elváltozás 85%-ban szupratentoriális, 15%-ban infratentoriális elhelyezkedésű, 98%-ban szoliter, tünetei közé tartozik az epilepszia, valamint a neurológiai gúztünetek. Megjelenhet sztílmechanizmus révén a környező parenhémában gliózis és diszfunkció. Ezen felül láthatunk még bélzést is. A terápia függ a beteg életkorától és tüneteitől, szóba jön embolizáció, műtét és radioterápia is. A diagnózis nehéz lehet nem kontrasztanyagos CT-n, a nédus vérdenzitású, némileg hiperdenza körülvevő agyszövethez viszonyítva. Láthatóak lehetnek mennyegyobbodott drenáló vének, melyek mérete ellenére általában nem térfoglaló jellegűek, ha csak nem véreznek be. Kontrasztanyagadását követően főként CTA vizsgálatoknál a diagnózis sokkal egyszerűbb, láthatóak a tápláló artériák, a drenálóvénák, valamint a nédus. Az angiográfia gold standard vizsgálómódszer, itt láthatóak lehetnek a tápláló artériák és a drenálóereknek a pontos helyzete, valamint száma. Az angiográfiás felvételeken az AVM-et úgy látjuk, mint egy megnagyobbodott csomót, melyet artériák táplálnak. Az artériás fázisban láthatóvá válnak a tágult drenáló vénák is. MR vizsgálattal a vaszkuláris struktúrákban lévő fluvoid igen érzékeny jelzője az AVM-nek, jól látható a nídus. A képet tarkíthatja a különböző korú vérzések jelenléte is. Kontrasztanyagadását követően élszerű festődést fogunk látni. Az SVI T2 csillag képeken a markáns jelvesztés látható a korábbi vérzések miatt létrejött hemoszidalin lerakódás következményeként. Ezen felül jól ábrázolódik a környező gliózis a T2 és FLAIR képeken. A 3D TOF MRA pontosan tisztázza az anatómiai viszonyokat. A Spessler-Martin klasszifikációba tartozik a nídus mérete, mely szerint 3 cm alatt kicsinek, 6 cm felett nagynak tartjuk. Emellett még a vénás elvezetés, valamint az elhelyezkedés érint a jelentős működésű agyi területet, így az elsődleges érző, mozgató és látókérget, a törzsdúcokat és talamuszt, valamint az agytörzset és a még kis agyi magvakat. Itt látható egy AVM, egy T1, T2, SV és 3D TOF posztkontrasztos MR felvételeken. A durális vagy piális arteriovenózus fisztula esetén közvetlen összeköttetés van egy durális vagy piális artéria és drenáló véna vagy színusz között, ebben az esetben nincsen nídus. Általában felnőtt korban fedezik fel, és a cerebrális vaszkuláris malformáció kb. 10-15%-át teszik ki. Tünetei lehetnek az intrakraniális nyomásfokozódásnak a jelei, valamint fokális neurológiai eltérések, tinnitus és esetenként szemészeti eltérések is. Közvetlenül az elváltozás csak DSA-val mutatható ki, CT és MR vizsgálat során csupán a következményeit látjuk, a vénes oldalon kialakult nyomásemelkedésnek a jeleit. CT-n és MR-en abnormálisan megnagyobbodott és kanyargós megjelenésű vénákat látunk szubarachnoidálisan, kortikálisan és medullárisan. A megnagyobbodott artéria karotis externa, intrakraniális ágai gyakran tápláló artériák. Az érintett színuszban a kontrasztanyagos fázis alterizációja látható az AV-sönt következtében, valamint az érintett régióban állományi ödéma, gliózis és vérzés is jelen lehet, ezen felül vénás infarktust is sokszor látunk. Angiográfián, mely a gold standard választandó módszer, a fisztulajárat közvetlenül kimutatható, a retrográd vénás drenázs kimutatására és mértékének meghatározására jól alkalmazható. Itt látható egy szelektív jobboldali artéria karotis interna és artéria karotis externa angiogram. Láthatjuk a durális artériavenózus fisztulát,
a tápláló artériákat a durális ágakból a nyílhegynek megfelelően, valamint a retrográd drenást a sinus transversusba. A D és E felvételeken pedig terápia után láthatjuk a beteget, az F képen a nyílhegyeknek megfelelően koilok jelenlétét is látjuk. A bal oldali képen egy infratentoriális piális arteriovenózus fisztulát látunk. Az artéria vertebrális angiogramján tudjuk ezt megfigyelni. Itt megjelenik az artéria cerebri posteriorból jövő tápláló artériáknak a jelenléte, valamint a vénás elvezetése varikszok felé a rövid nyálnak megfelelően, valamint a vertebrális vénás plexuszba a B képen a nyílnak megfelelően láthatjuk. A jobb oldali képeken pedig terápia után látjuk a beteget. Az A és B kis képeken a fisztula elzárását látjuk, a C képen pedig egy koalnak a jelenlétét. Kavernózus vénás malformációk, közismertebb nevükön kavernózus hemangiómák vagy kavernómák, gyakori cerebrális vaszkuláris malformációk. Körülírt barlangrendszerhez hasonló vénás jellegű elváltozások, melyeknek az üregében változó mértékben megalvadt vér van jelen. Vérzést és epilepsziát okozhatnak, és jellemző rájuk, hogy katéteres angiográfia során nem telődnek, okkult lézióként látjuk őket. Gyakran társulhatnak DVA-val is. A nagyobb elváltozások mérsékelten hibernez megjelenéseket lehetnek CT-n, melyek enyhe fokú halmozást mutathatnak és részlegesen el is messzesedhetnek. MR-képeken karakterisztikus a popcorn vagy berry megjelenés, mely szíri részén gyűrűszerű jelintenzitás kiesés mutat a hemoszidenin miatt T1 és T2 felvételeken. A centrum a kifejezetten heterogén, spontán T1 hiperintenz részeket is tartalmaz, a halmozása változó és markáns SVI jelvesztést is látunk. Amennyiben akutan vérzik, környezetében ödémmal is megfigyelhető. Kavernózus malformációk 4 alcsoportra oszthatóak az MR megjelenés alapján, a Zabramski klasszifikáció szerint. Ezt itt láthatjuk. Itt pedig egy kavernózus malformációt látunk a bal középső kisagyi pedunkulusban. Különböző jelintenzitásokat figyelhetünk meg T1 és T2 felvételeken, valamint a vér kimutatása SVI mérésen kavernómára típusos. Szintén egy kavernómát figyelhetünk meg T1, T2, SVI és 3D T1 posztkontrasztos képeken. A kapilláris teleangiektázia tágult kapillárisokból álló körülírt elváltozás, melyeket általában vonzolás során diagnosztizálnak. MR felvételeken legtöbbször mellékletként kerülnek leírásra, kezelés nem igényelnek általában, mivel nagy többségük tüneteket nem okoz. Vonzolások aratai alapján kb. 20%-át teszik ki az intracerebrális vaszkuláris malformációknak. Alkalomszerűen előfordulhat következményes intracerebrális vérzés, habár direkt kapcsolatot még nem sikerült igazolni. Kapilláris teleangiektáziák általában az agytörzsben találhatóak, és legtöbbször szolíterek. CT-n és DS-en legtöbbször nem látjuk őket, valami natív MR képeken sem, és csupán kontrasztanyag adása után jelennek meg körülírt, mérsékelten festődő, esetleg hálózatos rajzolható területekként. T2 csillag vagy esői méréseken kifejezett jelcsökkenést figyelhetünk meg. Itt láthatunk egy kapilláris teleangiektáziát, SVI és 3D T1 posztkontrasztos képeken. A vénás malformációk az agyadrenáló vének fejlődési anomáliái. Olyan betegeknél, akiknek kontrasztanyagos vizsgálatot végeznek, 1-2%-ban látható. Kontrasztanyagos felvételeken tipikus megjelenés ábrázolódik, angiográfiás megerősítésre csak ritkán van szükség. 3 alcsoportra oszthatjuk, fejlődési vénás anomáliára, amely korábban vénás angiomaként volt ismert, vénagaleni malformációra és a sinus perikránira. A fejlődési vénás anomália magzati korban normális transzmeduláris véna fennmaradása, mely szabálytalan módon vezeti el egy normális agyrészlet vénás vérét. Cerebrovaszkuláris malformációk 55%-át adja. Megjelenésére a kaput medúzéják karakterisztikus. A seprőszerűen összeszedődő gracilis állományi vénák egyetlen nagyobb gyűjtővénába drenálódnak, mely a felszíni vagy mélyvénás rendszer felé vezet el. Leggyakrabban a frontoparietális régióban, valamint a kisagyi régióban találhatóak. Klinikai jelentőségű csekély, ritkán azonban betrombotizálhatnak, ekkor tünetképzővé válhatnak.
Cétin általában kontrasztanyagos vizsgálaton jól festődnek és láthatóak a jellegzetes morfológia. Angiográfiának kaput medúzi megjelenés diagnosztikus, mely csak a vénás fázisban figyelhető meg. Emellett legkönnyebben a posztkontrasztos T1 és SVI felvételeken ábrázolható. SVI sorozatokon alacsony intenzitásúak az érintett vének. Itt látható egy fejlődési vénás anomália az A és B képeken a bal artéria karoti szinten oszlásánál korai és késői artériás fázisban megfigyelhető a vénás elfolyási nehezítettség. A C az egy CT felvétel, itt vérzést látunk a bal parietális lebenynek megfelelően. A D képen MR-en is ezt tudjuk megfigyelni, valamint az E kép egy 3D angiogram. Itt látható a sztenózis a gyűjtővénákban a sinus sagittalis superior kezdeténél. A véna galeni malformáció nem gyakori, általában kisgyermekkorban jelentkezik, kifejezett baljobb söntetés szívelégtelenséget okoz. Az összes intrakraniális faszbajos malformáció 1-2%-a, de a gyermekkori esetek közül azonban 30%-ot tesz ki. Továbbá ez a leggyakoribb magzati korban ultrahanggal diagnosztizált vaszkuláris malformáció. Ez AV fisztulának felel meg a véna galeni lefutása mentén, következményes nyomás terheléssel, tágulattal. Döntően a sinus rectus irányába drenál. Intrauteri magzati ultrahanggal lehet kimutatni, ezen kívül transzkraniális dobblerrel, CT, CTA, MR, MR-rel, valamint angiográfiás módszerrel, mely a GOA standard vizsgáló módszer itt is. Itt ezzel egyenként azonosítani lehet a tápláló artériákat. Itt a bal képen, az A képen egy hidrokefaluszt láthatunk, szagitális T1-MR felvételem, látható a megnagyobbodott Markovsky véna, valamint a tápláló artériákat is meg tudjuk figyelni. A B képen egy artériás csomót láthatunk arteriogrammon. A sinus perikráni, egy kraniális vénás anomália, melyben abnormális kommunikáció van az intrakraniális durális szinuszok és az extrakraniális vénás struktúrák között, általában egy transzoszális vénán keresztül. Alacsony áramlású vaszkuláris malformációnak tartjuk, és általában a sinus sagittalis superiort érinti. Latív CT-n enyhén emelkedett attenuáció látható az agyi parenchimához viszonyítva, posztkontrasztos képeken élszerű halmozás látunk, valamint a kalvárián körüli csontdefektus is lehet megfigyelhető. MR-en a jelintenzitás változó lehet az alacsony áramlás miatt, többnyire kissé vastagabb kaliberű flowoidot mutató érképleteket látunk. Itt az elképen egy CTL vizsgálatot figyelhetünk meg, kontrasztanyaggal részleges terülés látunk a varikozitásnál. A B-képen a diploiban vér jelenlétét figyelhetjük meg, a C-képen benyomódásokat látunk a kalvárián, a bal parietális és temporális csontoknál, a D-képen varikszoknak a homogén halmozását láthatjuk, és a H-kép pedig egy angiográfiás felvétel, itt láthatjuk a vénás kapcsolatot a perikraniális varikozitásokkal. És köszönöm a figyelmet!